csini új bőrtobámban. Nem mutatok ostobán, ha van hozzávaló. Na már megint pár új gönc, így jó. Jó hát, húzzunk fel még egy gardrób szobát. Nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha kés. Na meg itt van két bankkártya és túlélése mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír, pont mint egy ridikül. Szép délutánt kívánok mindenkinek, jó napot kívánok! 185 évvel ezelőtt született, de máig hatalmas rajongótábora van. Sziszi legendás élete azt hiszem, hogy a rendezőket, az írókat és a kiállítás szervezőket is elvarázsolta. Idén pedig egy új könyv, világszerte pedig egy új film, a Fűző igencsak visszarepítette közénk, hozzánk. Már is érkezik Sziszivel kapcsolatban az első vendégünk, Jan Zakata, a színésznő, operett és musical énekes. Erzsébet királyné alakja az Elizabeth című musical 96-os bemutatója óta kíséri a pályáját. Jól mondom, 96. Húristen, mennyire vissza kell mennünk az időben, és ez azért is fontos, mert te tudom, hogy nagyon boldogan fogsz most erről mesélni, ugye? Tehát korán sem azt érzed, hogy hú, hát ez már rég is volt, meg ez nyűg is volt, mert majd kicsit beszélünk arról, hogy ez rá is ragad az emberre, de téged ez boldoggá tesz, ugye? Engem nagyon boldoggá tesz. Na, hogy kezdődött, menjünk csak vissza az időben. Igen, igen, hát szeretettel köszöntök én is minden kedves nézőt, és hát azért én azt hiszem, hogy egy pályát elkezdeni ezzel a legendás musicallel, úgyhogy aztán később tulajdonképpen kötődött a nevemhez, és hozzám kapcsolták, igen, ezt a szerepet, hogy egy pályakezdő színésznő életében szerintem nem történhet jobb sorsfordító szerencse, hogy ezt mondjam, mert ez egy nagyon nagy szerencse volt. Én akkor a Bergendi Szalon zenekarban énekeltem, és aki a producere volt a darabnak, akkor Lőrinci Gyuri azt kérdezte a Gornagy Maritól, hogy nálatok van a középső csaj a Bergendiből, mert láttam egy utcabálon, és annyira hasonlított Sziszire, és most csináljuk az Elizabeth musicalt. Tehát én tényleg szinte az utcáról sétáltam be erre a castingra, holott 0 éves koromtól erre vágytam, hogy egyszer majd a musical színpadokon fogok állni. Ez benned volt, meg egyebe, mint kislányként mondjuk eleve egy Sziszi rajongás, az a csajokban ott van, ugye? Hogyne. Aztán lehet, hogy ez elmúlik, de hogy ott van, viszont oké, voltál 20 éves korod elején, és akkor még az ember azt mondja, hogy persze, ezzel tudok bizonyítani, de eszedbe jutott más is? Hogy ezzel mondjuk milyen felelősséget vesz magára az ember? Vagy mondom máshonnan, hogy 20 éves kortóban el tudom ezt játszani? Hogy lesztek-e hiteles, hogy élethű ehhez, igen, az egészhez? Aztán persze lettél, mert jó sokáig, igen, tudtad ezt játszani. Igen, először csak a boldogság volt. Háromfordulós meghallgatás, aztán megkaptam a szerepet, azt se tudtam, hogy hova csöppenek, és itt volt az első fordulat, amit kérdeztél, mert az én fejemben is az a bizonyos Romy Schneider-es Sziszi film volt, és Keró tanár úr, aki rendezte a darabot, azzal kezdte a harmadik forduló előtt, hogy ez a bizonyos Elizabeth nagydal, ez nem boldog Kata. Ha ezt megérti, el fogja nyerni a szerepet. És akkor én azt a fordulókon úgy énekeltem, hogy ha repít a trapész, ha elbír a vékonyék, az a boldogság. És amikor megértettem, hogy nem, hogy ő a szabadságáért küzd, már akkor, és én ezt meg tudtam érteni, és már úgy énekeltem el az utolsó fordulón, hogy küzdöttem, hogy harcoltam, és akkor azt éreztem, hogy akkor ez meg lesz. És később egyébként, amikor a darabot próbáltuk, sok-sok éven keresztül az első felvonás volt a kedvencem, pont amire rákérdeztél. Szerelem, hin, Pintó, a Cegedi Domtéren, az volt a rózsaszín rész, még így is, és aztán később, amikor tulajdonképpen a saját életem párhuzamosan zajlódott a darabbal, és jöttek nekem is, bizony volt ott válás, volt ott ez az amaz, és amikor egyszer csak azt éreztem a nagyon küzdős második felvonásba, hogy ezt most értettem meg, most érkeztem ide el, és most tudom a közönségnek megmutatni, ezért örülök, hogy ennyi éven keresztül játszhattam. De akkor ez egy fejlődés regény, ahogy szokták mondani, hogyne, ugye? Tehát hogyne, ahogy mondtad, a párhuzamokat az életeddel, de ugyanígy ide lehetne hozni akár az, hogy született akkor még a lányod sem, ugye? Tehát még annyira fiatal voltál. Amikor ugye, kezdtem a darabot, még a Janka sem volt. Igen. Tehát ahogy anyává váltál, az, igen, megint az, amilyen ő anya volt, ugye? Tehát, hogy biztos elgondolkodtál dolgokat, nem kell, hogy párhuzamosan fusson, ez csak segít a megértésében, hogy ő milyen volt. Nagyon, volt egy nagyon nehéz rész, amikor a Rudolfnak tulajdonképpen háttal áll, és azt mondja, hogy nem tudok segíteni rajta. Uh-huh. És amikor nem volt még gyermekem, akkor hát mondtam, elnézést, mondtam, ezt én nem tudom eljátszani, hogy könyör, szó szerint ezt énekli, hogy könyörgöm én.
És ott álltam, mint édesanyja, és mondom, mit kell ilyenkor, hogy kell? És amikor megszülettek a gyerekeim, és ugye még játszottam ezt a darabot, és megértettem, hogy ő nem gonoszságból nem segít, hanem már nincs ereje. Megértettem, hogy sokszor van az a pillanat, amikor segítene az ember, de éppen a saját élete nem ott van. De még így is segít, és ott van, de nagyon sok mindent megértettem. Vagy például, ha arra gondolsz, hogy pont akkor váltam a Janka édesapjától, amikor ezt együtt játszottuk Miskolcon, és a Tibor volt a Ferenc József, és képzeld el azt a duettet, hogy kicsit összesodort az ár, de az élet az elválaszt már. És ott álltunk egymással szemben, és a saját életünk megelevenedett a színpadon. Tehát, hogy nekem nagyon érdekes dolgok történtek a magánéletemben, ami aztán párhuzamosan futott a darabban. Mm-hmm. És én ezért voltam igazán hálás, nem azért, mert ennek a kultusznak a része lehettem, és feltétlen számoltam az éveket, hogy még mindig játszom, hanem, hogy mennyi mindent el tudtam a nézőknek mondani, hogy egyre tapasztaltabb lettem, egyre bölcsebb. És amikor a sokadik felújítás volt a darabból, és ragaszkodtam a régi dolgokhoz, akkor ültem le Keróval, és azt mondta, hogy annyi minden történt, Katus, kicsit változtassuk át a dolgokat, már ne azt játssz, amit eddig játszottunk, beszéljük át, most már annyi minden történt, és még tudtam beletenni a darabba 20 év után. De akkor meg valószínű ezért nem érzed egyfajta bélyegnek, ugye egy új könyv kapcsán, Alain Delonról egy könyv kapcsán, ő akkor nyilatkozta, hogy Romy Schneider ettől óckodott, menekült, ugye ebből kereste a helyét, mert ebből ő ki akart törni ebből a dologból, de ez korán sem érezted akkor soha, egy soha percig sem bélyegnek, hogy ezzel azonosítanak, meg hát mondjuk nagyon is sokrétű vagy, meg sok mindenben ott vagy, amit még azt még hozhatnának, ugye? Igen. Föl, hogy igen, de én azért vagyok boldog, mert hogyha belegondolsz, meg a kedves nézők is, hogy akármelyik szerepemre gondolok utána, ami jött, mégiscsak ez a szerep álom. Tehát ha kellene választani így utólag, tényleg, vissza, annyi ez... minden van benne, egy egész sors, igen, egy ember küzdelmes élete. Hát én azt hiszem, hogy tényleg, ahogy annak idején nekem mondta Molnár Piroska, amikor kezdtük a darabot próbálni, hogy ezt úgy képzeld el, mint a legyezőjét. A világos rózsaszíntől kezdve eljátszod egészen a sötét lilán keresztül a feketéig. Uh-huh. Tehát én ebben mindent meg tudtam mutatni. Ezért nem bántam, hogy azonosították, mert ez nem az a rózsaszín lányregény volt, mint a film. Én értem, hogy Romy Schneider miért mondta azt, persze, hogy ő szeretett volna egy másik. Ebben a musicalben meg lehet mutatni, mert nagyon-nagyon sok komoly szakemberrel beszélgettem, meg remélem, hogy ugye fogunk is, akik elmondják, hogy nagyon szeretik ezt a musical adaptációt, mert minden benne van, kiváló munkának tartják. Tehát én nekem azon sem kellett izgulnom, hogy esetleg valamit elferdítettünk, vagy rosszul mutattunk. Erről be. Mindenképpen fogunk beszélni, hogy mi a valódi arca, hogy mennyire azt kellene megmutatnunk, mert azért sztereotípiák is vannak, meg titkok is vannak, és hát ezeket rendbe kell tenni, de akkor, ahogy mondtad például a válás kapcsán, hogy egy elengedést is megtanultál, meg mondjuk egy megbocsátást, hogy szavakat keressek? Így van. Hogy az életben, hogy... Így van, és volt egy nagyon érdekes momentum most nemrég, amikor Szegeden kicsit fáradtan ültem a színház előtt, és tényleg úgy éreztem, hogy na most egy nagyon nagy erőre kellene kapni, most honnan, nem tudom, hogy jobbra fordultam hirtelen, és megláttam a téren azt a szobrot, amit annak idején, 96-ban, többek között én avattam fel, egy Sisi szobor volt, és oda néztem, és mondtam, hogy hát így kapcsolódik még mindig az életemhez, hogy oda kapcsoltam, és mondom, Kiskati, meríts erőt belőle, hiszen annyiszor merítettél, és az emberek, akik megnézték a musicalt az elmúlt 20-valahány év alatt, ők is hányszor merítettek, ezt mindig elmondják, erőt belőlem. Igen. És oda néztem a szoborra, és azt éreztem, hogy köszönöm Sisinek, mert most meg én kaptam. Ez az a hatalmas Sisi szobor, ami a Stefánián van a színházhoz közel, és igen, a Tisza ahol, között igen, a parkban, igen, ugye igen, olyan igen, szép. Oda vetült. Már csak azért is, mert ott nagyon szépen látszik, hogy egy gyönyörű ruhában van, emlékszel? Bizony, gyönyörű és ruhában. Hát ahogy látod te is, meg majd mindjárt a nézők is, hogy itt a stúdióban is nagyon sok szép ruha van, úgyhogy aki ezeket elkövette, megvarta, kitalálta, utána járt, ő Cédli Mónika, akit várok itt szeretettel, mert hát mi csak így néztük, hogy egyik szebb, mint a másik, próbáltuk besatszolni, hogy mennyi lehet a Sisi dereka, vagy mennyi lehetett centibe mérve, ugye, mert hogy azért erre elég nehéz lenne modellt találni manapság. Mennyi volt ő derékbőségben, mondjuk? Hát, tulajdonképpen igen, hiszen Erzsébet királyné dereka az 50 és 55 cm között volt egész élete folyamán, de mindig el szoktam mondani, hogy igazán a magassága az, ami ebben a korban nagyon sokat számított, hiszen az átlag magasság 160 cm környékén volt, Erzsébet viszont 100
172 centi volt. Tehát volt hozzá egy magassága, volt egy nagyon vékony dereka, és volt hozzá egy dús keble, hiszen 80 és 90 centiméter között volt a mellbősége, és ez a közel 30 centiméteres, így van, nőies alak, ez az, amit Erzsébet királyné egész élete végéig tulajdonképpen igyekezett megtartani. Amikor megkaptam a szerepet, stimmeltek a méretek, csak mondom. Ja, ott 20 éves korod elején, igen. Konkrétan, hát a magasság az pontosan ugyanakkora volt, és nagyon örültem neki, mert hogy méregettek engem, és akkor azok a ruhák, jó, akkor még most, amit készítettél legutóbb rám, az már kicsit, nem sokkal, de kicsit szélesebb volt. És ez gyerekkortól jön ez a fajta rajongás? Ezt akármilyen hölgy vendég jön, meg fogom ma kérdezni, igen, mert azt gondolom, hogy ez tényleg ott van bennünk. Hogy... Én igazándiból nem tudtam, de 5 éves korom óta rajzolom Erzsébet királyné ruháit, de csak közel 30 éves koromra jöttem rá, és 2004-ben kezdtem el hivatalosan is, és igazándiból kutatni Erzsébet ruháját, és akkor én eldöntöttem, hogy el fogom készíteni Erzsébet királyné koronázási ruháját, és a kutatásokkal 2007-re elkészítettem Erzsébet királyné második díszmagyarját. Na de várjál, álljunk meg, tehát kutatás. Kutatás, ez hol, fontos. Mit láttál, méricskéltél, néztél, rögzítetted a fejedben? Festmények és könyvek, tehát az ember mindig alapból így indul, hogy festmények és könyvek, és utána rájön, hogy bizony nem csak azok vannak, hanem vannak ruhamaradványok. És akkor ez lett nagyon érdekes a számomra, hogy ebben a korban a ruha, tehát úgy volt, hogy például Erzsébet királynénak írásokból tudjuk, hogy a koronázási ruhájának a szoknyáját a veszprémi püspökségnek ajándékozták, és abból mise ruha együttest készítettek. És akkor én ezt kezdtem el kutatni, ugyanis 150 évig senki nem tudta, hogy a veszprémi püspökségben lévő mise garnitúra az a ruha, maradvány, ami ténylegesen Erzsébet királyné 1867-ben a koronázáson a Mátyás templomban viselt. Tehát akkor most, amit itt mögöttem is tudjuk mutatni a nézőknek, erről van szó. Erről van szó. És nekem ez volt a legfontosabb, hogy hitelesen kutassam ki, és a másik pedig, hogy nagyon sok probléma volt magáról az eredeti fotóról, amit Erzsébet királyné úgymond koronázási fotónak tudtak 150 évig, mert azt is kikutattuk, hogy maga az a fotó pontosan mikor készült, és ez egy olyan együttes kutatás történészekkel, hogy ami ténylegesen be tudja bizonyítani azt, hogy Erzsébet hogy nézett ki, milyen volt, és ehhez kapcsolódóan pedig lenne akár festményeknek a történetét is, és hiteles dokumentumok, leveleknek a történetét is tulajdonképpen össze tudjuk egymás mellé rendezni. És az anyagok megtalálása? Textilvegyész technikusként ez egy elég bonyolult dolog volt, ugyanis nagyon sok anyagot ma már nem gyártanak, vagy nem olyan technológiával. Igen. És ezért a koronázási ruhára bizony közel 10 évet kellett várni, hogy igen, hogy az a technológia, illetve az a minőség, amire nekünk szükségünk volt, tulajdonképpen létrejöjjön, és a most itt láthatott ruhánál, ennek már 2016-ban elkészült az anyaga, de közel 4 évet kellett várni ahhoz, hogy a színe olyan állapotúra öregedjen, hogy ténylegesen olyan képet biztosítson, mint amilyen biztos, hogy 1867-ben az emberek láthatták. Hát akkor ezeknek az értéke nem kevés, de azért hála Istennek ezeket igen, sokan láthatják. Igen, hát mi azt szeretnénk bemutatni, hogy Erzsébet királynénak tulajdonképpen a hiteles életét. Tehát ez nekem nagyon fontos megismertetni. Nem csak a ruhákat, hanem mi a ruhákon keresztül az egész életét kutatjuk, kapcsolódunk történészekhez, írókhoz, akik ezt olyan formába tudják ma már bemutatni, és ezért nagyon jó az Elizabeth Musical is, mert az is egy picit hitelesebben mutatja be Erzsébetet, mint az annó a Romis Schneider-film. Hát ezek a világos ruhák és a fekete ruhák? Hát a fekete ruhák az egy későbbi korszak, de tudjuk, hogy például Erzsébet királynének a fekete igen jól áll, hiszen mikor úgymond a filmben is találkozik Erzsébet Ferenc Józseffel, ugye megtörténik a nagy első találkozás, persze nem az az első találkozás, de akkor is ténylegesen Erzsébet királyné fekete utazó ruhában találkozik Ferenc Józseffel, mert nem érkeznek meg a rendes ruháik, és akkor tulajdonképpen egy hivatalos gyász véget még feketébe vannak, és ténylegesen Erzsébetnek jól állt a fekete fiatal korában is, és idősebb. És ilyet is készítettél? Persze. Sokat. Hát jelenleg több mint 22 darab Erzsébet királyné ruhához kapcsolódó rekonstrukciónk van, és ebben nagyon sok fekete is. Ez bárki felveheti? Vagy ezt csak próbababán látjuk? Mert ez is egy fontos dolog, hogy persze ez nem az ő testén volt, de hát ezekre nagyon vigyázol. Az az igazság, hogy keresünk modelleket, akiken ezek fotózhatók, és most már nagyon örülünk neki, hiszen a gödöllői kastély. Aki belefér. De azért én azt mondom, hogy ma már a fiatal lányok azért figyelnek az
az önökükre is beleférnek. Tehát azért vannak olyanok. Én most egy ilyenben énekeltem, nem a kastélyban. Igen, egy Mónika ruhában, és csodálatos. Hát igazán a trükköket, tehát mindig elmondom, hogy trükköket alkalmazunk, ma már azért a szabástechnika lehetővé teszi, hogy megpróbálunk úgy alkalmazni szabás technológiákat, hogy hozzuk tulajdonképpen Erzsébet királyné alakját valamilyen formába azokon a személyeken, akik ezeket a ruhát viselik. Mert egy nagyobb abroncs, egy kicsit szűkebb fűző, és akkor már tulajdonképpen azt a feelinget meg tudjuk adni. De énekelni meg nem lehet fűzőben, ugye? Tehát de lehet, muszáj, ez így van kipróbálva, persze. Tehát az ugyanúgy van rajta ezekben a ruhákban. Igen, és akkor meghúzzák jól, és mi örülünk neki, mert egy támaszt. De a rekesztre hogyan tudod akkor venni a levegő? Nagyon tehát, jó. Hogy még jó még is. Még jó is, igen. Aha, akkor én pont az ellenkezőjét igen, gondoltam. Igen. Egyébként meg szereted az ilyen típusú ruhákat? Én nagyon szeretem. Meg ezeket azért tudni kell viselni. Én ezt kitapasztaltam, én nagyon extrém körülmények között is hordtam ezeket a ruhákat, mielőtt belemennék ilyen nagyon szakmai titkokba, de mondjuk el lehet képzelni egy szabadtéri előadáson, ahol órákig mondjuk rajtam volt, mert állt több jelenet, és hogyan megy ki az ember kezet mosni, vagy esetleg a mellékhelyiségbe, ezekbe az abroncsokba, és akkor mindig abba gondoltam bele, hogy mondjuk nekem itt most pár órát kellett hordani, de ő egész életébe hordta ezeket a ruhákat, tehát azért azt nem tudtam volna elképzelni, hogy mondjuk mindig ilyenbe legyek, tehát időnként persze. Sajnáltam. Amikor igen. Már több órán keresztül volt rajtam, és akkor mindig mondtam, hogy na jó, most ha kikapok, hanem én ezt most leveszem. Tehát neki volt az volt a szerencséje, hogy ez volt kész, ezt kellett szeretni, mert csak ez volt. Igen. De ennél tudni kell, hogy ez a fűzős történet, ez nagyon fontos, mert a fűzőbe fűzése az majd, hogy nem egy közel egy órát vesz igénybe, hiszen Erzsébet király, amikor a koronázásra készült 67-ben, hajnali 2 órakor kelt, hogy 7 órára teljes díszbe elkészüljön, és a fűző csak maga. És akkor nem még az a hajkorona, ami volt neki, szóval azt hiszem, hogy lesz még miről ma beszélgetni itt a műsorban. Nyomába eredtünk, úgyhogy menjünk el a Gödöllői Királyi Kastélyba. És köszönöm szépen neked. Nagyon örülök a Ridikül felkérésének, ugyanis egy időutazásra érkeztem ide Gödöllőre. A Monarchia Operett által színpadra vitt Sziszi a Magyar Királyné című darabban én vagyok Stefánia von Waldeck bárónő. Ebben az időutazásban segíteni fog nekem Kajá Marianna, a kastély múzeológusa. Meg is keresem. A Gödöllői kastélyt 1867 tavaszán vásárolta meg a magyar állam, és bocsátotta a mindenkori királyi család rendelkezésére. Elsősorban pihenőkastélynak használták, vadászkastélynak. Erzsébet királyné élete során több mint 2000 éjszakát töltött a kastély falai között. Ha kiszámoljuk, az legalább 5,5 évet jelent. Először 1867. május 11-én járt a koronázási ajándékként megvásárolt kastélyban, ahol ekkor felújítási munkák folytak. A korabeli újságok megírták, hogy a felséges asszony fehér nyári ruhát viselt, Ferenc József pedig magyar tábornoki egyenruhát. Erzsébet erről a látogatásról így írt levelében Rudolf trónörökösnek. Tegnap előtt Gödöllőn kocsisztunk. Igen meleg volt a kertben sétálni, tehát nem írhatom le jól, de úgy látszik, hogy eléggé terjedelmes, nagy erdőkkel körülvéve, a föld nagyon puha és homokos. Másfél óra alatt kocsisztunk oda. A környékbeli erdőkben rendezett királyi falkavadászatokon mindketten szívesen vettek részt. A királyné kérésére a kastély lovardájába körmanést építettek 4 tükörrel, így figyelni tudta idomított lovainak mozgását. A kastély legelegánsabb terme a díszterem. A királyi család tagjai esténként gyakran itt étkeztek udvarhölgyek, főudvarmesterek, szárnysegédek és meghívott vendégeik társaságában. Festetics Mária udvarhölgy naplójában ezt írta 1876. október 10-én. Az estebéd alatt oly gyönyörűen szólt a cigányzene. A császárné szenvedélyesen szereti a cigányzenét, és nem tud betelni a szép, melankolikus dallamok hallgatásával. A díszteremből nyílik Erzsébet királyné lakosztálya, a falait díszítő selyem tapéta színe legkedvesebb virágának, az ibolyának a színe volt. A szalon volt az első szoba, amelynek falán 2 tapéta ajtó látható, az egyik egy toalettfülke volt, a másik pedig egy kis titkos lépcsőház, aminek segítségével lejuthatott a földszintre. A második szoba
írószobája volt. Természetesen továbbra is Erzsébet királyné életéről beszélgetünk. Katához csatlakoznak még vendégek. Érkezik hozzánk Káli Rozmis Barbara. Erzsébet királyné kutató nemrégiben gazdagon illusztrált könyve jelent meg a magyarok királynéjáról. Üdvözlünk szeretettel. Jön Kocsis Dénes színész, musical énekes a Rudolf című musicalben Sisi fiát, az Elizabethben a végzetét, a halált alakította. Örülünk, hogy itt vagy. Között. Köszönöm. És Demeter Guba Erzsébet, a Gödöllői Kastély Múzeum pedagógusa, rendszeresen vezet foglalkozásuk a gyerekeknek a királyné gödöllői életéről. Hát itt vagyunk együtt, úgyhogy örülök nektek. Barbara, Katától is kérdeztem, Monikától is, kislányként elindult neked is ez a történet, de nem akárhogyan. Az ember meglát egy híres festményt, az addig rendben van, főleg egy Bencz úr Gyula festmény Cicciről, de aztán én azt gondolnám, hogy 10 éves korban ezt kinövi, de mégsem. 2 éves voltam, amikor, illetve 1 évesen kaptam egy babát, és Erzsébetnek neveztem el. Anyukám azt mondta, hogy a nagynéném miatt neveztem el Erzsébetnek, nem tudom. Minden esetre olyan 2 éves voltam, amikor kipakoltam, anyukám nem figyelt, a vagyat, a tejet a hűtőből, és beraktam egy kis laborba, az Erzsi babát levetköztettem, és elkezdtem fürdetni, és anyukám bejött, hogy úristen, hát ott a tej, a vaj a laborban, és mondtam, hogy ez jót tesz Erzsi baba bőrének, de így nem gondoltam semmire, így egyáltalán semmire, csak úgy így, hogy jót tesz a bőrének. És akkor utána én is láttam végül is a Romy Schneider filmet, most így közben gondolkodtam rajta, de nem fogott meg Romy Schneider. Azt kérdeztem anyukámat, hogy ki az igazi, mutassa meg az igazit, és akkor mutatta Bencz úr képet. És akkor így ennyiben is maradtunk, így nagyon picike voltam, így jó, oké, itt az igazi Erzsébet, és utána volt ez, hogy az újságban láttam 97-ben a Bencz úr portrét. És a kérdés az arra vonatkozott, csak gondoltam, most ezt is elmondom, hát ez ha már jó. Így, ezt még soha nem mondtam sehol sem, most így eszembe jutott, hogy ez már úgy érdekes szerintem, hogy onnan indult, és lehet, hogy ezért tudott egyrészt bennem maradni utána is, hogy nem csak ez a hercegnős dolog, hogy hát Erzsébet hercegnő volt, királyné, hanem úgy, hogy akkor ez így benne maradt, és egyáltalán a portréről már megsejtettem valamit, és én úgy gondolom, hogy én azt láttam, amit a kortársak. És ugye valaki megnézi a Romy Schneider filmet, utána meglátja a portrét, általában azt mondja, hogy hát, hogy Romy Schneider sokkal szebb volt, mint Erzsébet. És ez azért, mert ugye a portré nem tudja úgy visszaadni. Viszont én valamit mégiscsak megláttam mögötte, és ez hajtott, úgyhogy ez maradt meg. Hát majd mindjárt elmondom, mennyi minden tudsz is róla. Zsóka, neked a kötődésed, bár ha abból indulunk ki, hogy Gödöllőn születtél, akkor ez már lehet egy alap ehhez, ugye? Igen, ez abszolút meghatározó volt, hogy azért ez vett körbe, tehát a Gödöllői Királyi Kastélyhoz már gyerekkortól kötöttem, akár rendezvényeken vettem részt, akár magam fellépőként és ifjúsági vonószenekari tagként, és valahogy annak a hangulata, tehát én nagyon szeretem a kastélynak a parkját és a kastélynak az épületét, illetve az Erzsébet park is, mint egy emlékhelye Erzsébetnek, illetve az ott álló szobor is, az így az iskolás éveimet is végigkísérte, és azzal, hogy bekerültem a kastélyba, mint múzeumpedagógus, igazából azzal kezdett egyre mélyülni az a kapcsolat, ami így Erzsébet irányába volt. Nekem gyerekként igazából annyira nem volt ilyen királylányos, én talán kicsit fiúsabb voltam, de amikor így egyre több mindent megtudtam róla, azok között, a falak között dolgozhattam, ahol ő igazán jól érezte magát, azt hiszem, hogy az volt ez a pont, amikor úgy elköteleződtem irányába. Dénes, rád hogy talált, vagy te hogy találtál, úgymond Cicire, de ha Gödöllőnél maradunk, akkor a kastélyhoz neked is van kötődésed, ugye? Igen, egész fiatal koromtól, szerintem ilyen 16 éves koromtól igazából nagyon sokat konferáltam egy barokk kamara együttesnek, ott a barokk színházban, és hát emiatt nagyon sokat is voltam ott, úgyhogy igen, azt hiszem én is már úgy elég jól ismerem az épületet és a kertet is, amit egyébként nagyon szeretek, szóval olyan, nem tudom, olyan nyugalom és hát gyönyörű is szépség, amivel az ember nem tud betelni. Úgyhogy tényleg nekem is valamiért egy ilyen nagyon fontos eleme lett az életemnek, és utána ami igazán közel hozott tulajdonképpen Cicihez, az most viccesen mondhatnám, hogy a Janza Kata volt. Mert tulajdonképpen, amikor én az Operett Színházba kerültem, ez a darab már egy nagyon sikeres, sőt, tulajdonképpen nem is tudom, hogy hány éve játszottam már a színház, és bekerülhettem ebbe a darabba, mint
Hát mindenféle ensemble, tehát táncolnom kellett, énekelnem, egy-egy szóró sorom volt, és arra emlékszem, hogy a Katikának én voltam tulajdonképpen egy ilyen élő szoknyájának az egyik eleme. Tudod, miről beszélek? Egyébként egy fantasztikus kép volt, amikor a Bolondok házában van Sisi, és ott elképzelő, hogy tulajdonképpen, hogy egyrészt tulajdonképpen azok, akik, hogy mondják, hogy boldogok a lelki szegények, ugye? Igen, hogy bárcsak ő lenne. Igen, ott. Tehát hogy egy pillanatra az, hogy az a teher, ami az ő lelkét és vállát nyomta egész életén át, az ott abban a pillanatban megkérdőjeleződött, és mi ennek a tagjai lehettünk ott egy ilyen élő szoknyaként. De bocsánat, még egy dolog, mert annyi mindent tudnék mondani, csak nem lenne elég két műsoridő sem, hogy én ugye először lehettem a szoknyája ennek a gyönyörű zöld ruhába bújt asszonynak, aztán lehettem a fia, és sírhattam neki, és könyöröghettem neki. Sajnos a halála nem lehettem. Igen. Koncerteken szoktuk, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez mindig nagyon erősen hat mind a kettőnkre. Gondolom, hogy amikor készülsz egy-egy szerepre, akkor a kort is tanulmányozod, vagy egyáltalán tényleg meg akarod nézni, hogy a történelmi valóság milyen volt akkoriban. Igen, természetesen. Hogy van, amikor ez már szinte keveredik is az emberben? Hogyne. Én igazából nem tudom, hogy mi a valóság, hogyha Sisiről beszélünk igazából, mert nekem az a valóság, ami a musicalben van. Úgyhogy örülök, hogy ezt mondtátok, vagy ezt beszéltétek, hogy tulajdonképpen jól lett megírva, és nem ferdíti el a valóságot, úgyhogy örülök neki, hogy akkor tulajdonképpen a valóságot ismerem, de azért ez egy elég keverék a történet a fejemben, ráadásul én a Rudolf musicalben eljátszhattam Rudolf szerepét, és én arra készültem fel tulajdonképpen abból a korból, és tulajdonképpen Rudolfból, úgyhogy elég sok mindent megtudtam róla is. Hát aztán ugye nem lehet tudni, vagy én nem feltétlenül állítom azt, hogy akkor minden, amit olvastam róla, az tényleg valójában Na, úgy de volt. Akkor folytassuk ezzel, hogy mi a valóság, ugye? Mert hogy Barbara, te, aki nagyon-nagyon sokat kutattál már utána, tehát a valódi Erzsébetet próbálod és szeretnéd és mutatod meg. Na, de hogyha úgy teszem fel a kérdés, hogy milyen a valódi Erzsébet? Akkor a valódi Erzsébet nagyon összetett, és mondjuk ez jó az Elizabethben is, hogy itt is az összetett képet akarják megmutatni, nem úgy, mint a Romy Schneider féle film. És ami az, hogy nagyon-nagyon megfoghatatlan Erzsébet királyné személye, én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz röviden válaszolni erre a kérdésre. Erzsébet nagyon kedves volt, ez a legfontosabb tulajdonsága szerintem, amit el lehet mondani, hogy rendkívül kedves volt, és én úgy gondolom, hogyha nem lenne ennyire összetett személyiség, akkor most nem beszélnénk róla ennyit, amennyit most beszélünk. És méltóság teljes. Amit én a könyvemben azt próbáltam kutatni, illetve nem, hát előtte is kutattam, csak hogy a könyvemben, hogy az emberekhez, az olvasókhoz jusson el az, hogy mit tette Erzsébetet szépé, hogy valóban szépé, valóban olyanná, hogy még most is miért beszélünk róla annyit. És én úgy gondolom, hogy a legnagyobb dolog, ami a kedvességen kívül, ez az aura, hogy valami aura körülvette őt, és ezt nem tudják visszaadni a képek. Úgyhogy ez volt szerintem az, ami, hogyha valaki közelébe került, még nem is kellett ilyen közel kerülni, magával ragadta Erzsébetet. Na most ehhez vissza kellett menni és családdal is beszélni, ugye? Tehát közel kerültél így mond a Habsburg család egyes tagjaihoz is, akik beengedtek magukhoz, és azért ez hatalmas dolog. Megmutathattak akár olyan dokumentumokat, ugye, vagy fényképeket, erről majd te mesélj, amiből sok mindent megtudtál. Igen, én nagyon szerencsés voltam, mert már javában írtam a könyvemet, meg volt a leadási határidő is minden, amikor Seremetyev pap János gróf úr felfigyelt az egyik videómra az interneten, és megnézte először, csak nézte, hogy hát itt most megint egy ilyen önjelölt, aki beszél Erzsébet királynéről, és két perc után rájött, hogy hát hoppá, hát azért itt nem így van, és megnézett nagyon sok videómat, és ezután ő küldte a családnak is körbe a videóimat, nagyon sokan beszélnek magyarul, és van olyan, ami meg feliratos, úgyhogy angolul is megtudták. És így született az a döntés, hogy engem betekintést engednek az anyagokba, és így Szuper. Kerültek olyan dolgok a könyvbe is, amik miatt eddig még nem publikáltak, hát más dolog is, amit nem azért nem publikáltak, de hogy nagyon sok olyan be tudott kerülni. És hát ez erősítés a valóságot. És a kastélyban felelhető dokumentumokat, hogy tudod alkalmazni mondjuk múzeumpedagógusként, amikor gyerekeknek kell mondjuk mesélni Sisiről?
nagyon hálás vagyok amiatt, hogy a kastélyban egy ilyen nagyon jó csapatmunka van, tehát hogy a múzeológusokkal nagyon szorosan együtt dolgozunk, akár a kiállításokból is be vagyunk vonva, illetve az anyagok is, amik akár új kutatások vagy új eredmények, azokat ugyanúgy rendelkezésünkre bocsátják. És van egy ilyen közös munka azzal kapcsolatban is, hogy közösen gondolkozunk, hogy hogyan lehetne még hitelesebben, még inkább akár élményszerűen bemutatni Erzsébetnek az alakját. És ez az összetett személyiség, ez a varázs, ez a gyerekeket is magával ragadja. Azáltal, hogy belépnek mondjuk a kastély falai közé, tehát ott már szerintem önmagában érezhető az, hogy ez egy olyan hely, ahol a történelemnek több évszázada körbelengi a falakat, és egyszerűen őket is megfogja az, hogy ott sétálhatnak, azokat a termeket nézhetjük meg, azokat a bútordarabokat nézhetjük meg, azokat a dokumentumokat, képeket, amikkel Erzsébet is találkozhatott. Igen, és úgy tudom, hogy ezt a kastélyt nagyon is szerette Sziszi. Tehát, hogyha pont azt mondod, hogy mi, amikor belépünk, mi is szeretjük, és mi itt a kisfilm alatt beszélgettünk, emlékszel, igen, hogy mikor igen. Ott kell énekelned, hát szívdobogásodban, és nem azért, mert izgulsz, hanem ott a hely szelleme, meg megérint ez az egész hogy hely. És hát akkor megértjük, hogy Sziszi is nagyon szerette. Igazolom, hogy nagyon helyesek, mert egyébként megtehetnék, hogy beengedik oda ezt a koncertet, egyébként az a címe, hogy Sziszi titkai, beengedik oda ezt a koncertet, de ők részt vesznek, annyira helyesek. Többek között például, amikor az én gyerekem narrálta tulajdonképpen ezt a koncertet, akkor segítettek, összeírták az összekötő szövegeket, Sziszi-ről titkokat, nem tudom, hogy a közönség is közelebb került. Uh-huh. Tehát részt vettek, szerves része lettettek a koncertnek most már, hogy olyan szeretettel is küldözgették az anyagokat, hogy mit tudnánk beletenni. Aha. Nem feltétlen csak ránk bízták, hogy elmondjuk, hogy most melyik musicalből milyen részlet következik, igen, hanem hogy Sziszi-ről minél több minden ezek között a falak között eljusson az emberekhez. Úgyhogy ez egy fantasztikus összmunka volt, és ehhez nagyon kellőt szeretni. Tehát azt gondolom, hogy ez érződött a ti munkátokon is. Köszönjük szépen. Nekünk is nagy öröm volt, hogy élővé válik így még inkább, hogyha meg is fel is csendülnek az Erzsébet muzikálnak. Abszolút, igen. Barbara, Kata is mondta, hogy nem volt egy rideg anya. Szóval ezt az anyaságot is rendbe tehetjük, hogy te milyennek látod. Meg hát a Ferenc Józseffel való kapcsolatát is, ugye? Hogy volt ez szerelem, hogy lett ebből elhidegülés, annyi olyan titok van-e körül, meg a filmek is lehet, hogy egy picit azért torz irányba vitték ezeket a dolgokat a te kutatásaid alapján? Ez egy nagyon fontos téma volt az én könyvemben, az anyasság, és ugyanúgy Ferenc Józseffel való kapcsolata is a királynénak. Én úgy gondolom, hogy ez is szintén egy összetett dolog, ez az anyasság, és Erzsébet királyné, nem mondhatnánk rá szerintem, hogy rossz anya volt. Ez még nagyon régire nyúlok vissza, hogy Magyarországon veszített el az első gyermekét 57-ben, és ezt a kisgyermeket, amikor megszületett a kis Zsófia, akkor mondta is, hogy hát most tudom, hogy mennyire nagy boldogság egy gyermek, most már én nekem megvan a saját gyermekem. Nagyon szerette, viszont Zsófia főhercegné az anyósa korán elszakította őt tőle, néhány hetes korában, és amikor megszületett a második gyermek, akkor sem lett jobb, mert őt is ugyanúgy. Ezt nagyon sokan nem veszik figyelembe, hogy Erzsébet nagyon sokat küzdött a gyermekeiért, hogy ő megkapja a felügyeleti jogot, de hát nagyon fiatal volt még akkor, 16 és fél éves meg volt. Hát a szokások is ezek voltak, igaz? Igen, és ez volt a szokás. Igen, és ezt én is a könyvemben az Andrásiak kapcsán is boncolgattam, hogy tulajdonképpen most nem lehet a mostani szemlélettel nézni ezt, mert teljesen más volt a szokás akkoriban. Még nem igazán volt szövetségese ott, ugye? Tehát ha küzdött volna, és egyedül maradt, igazán hogy egy, igen, rokon volt összesen, ugye, igen, Zsófiának a Hildegárd, akiben egy kis vigaszra lehet, vagy aki így szövetségese volt. Ezt meg tudta beszélni, akivel, igen, elmondani. Tehát az ilyenkor nagyon fontos, hogy legyen legalább, igen, egy-kettő, neki nem igazán volt. Igen, és egyedül küzdött. Nem állt mellé. Sajnos. Azért azt is hozzátenném, hogy abban az időszakban nem igazán készítették fel a lányokat arra, hogy milyen lesz ez az anyasság, milyen lesz az, hogy házasságba kerül valaki, tehát hogy azért ez mindegy olyan új élethelyzet volt számára, amivel ott hirtelen egy teljesen idegen környezetben meg kellett mondjuk küzdenie,
akár a bécsi közegre gondolunk, ami mindvégig az élete során egy ilyen támadó közeg volt számára, és nem igazán tudott ott úgy felszabadult lenni, és ezzel szemben pedig azért számtalan kellemes és jó emléke kötődik például Magyarországhoz, mennyi vagy akár a Gödöllői kastélyhoz. Ő magában, ugye? És mégis, amikor ki kellett állni. Például a musicalben nagyon fontos szerepe van a halálnak. De ezt azért úgy magyarázzuk el, akik nem látták, nem hallgatták ezt a musicalt, hogy tulajdonképpen kit, mit is képvisel a halál. Igazából ez tulajdonképpen ez egy kitalált karakter, ami tulajdonképpen egy ilyen férfi bőrbe bújt hát fantázia gyakorlatilag, ami ugye tudjuk, hogy mindenki azért elképzeli, illetve gondolkodik a halálról, ki rettegve, ki esetleg egykedvűen, de mindenkinek eszébe jut egy idő után biztos, hogy majd a halál. És talán ez a fikció, vagy ez az elképzelés az előadásban, a musicalben nagyon izgalmas, mert egyfajta szerelmet mutatunk tulajdonképpen a halál között is, Elizabeth között is, és nagyon sok néző tulajdonképpen annak szurkol, hogy Elizabeth válassza a halált, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy meghal. Uh-huh. Tehát, hogyha egy picit átfordítjuk, akkor ő talán a rengeteg fájdalom, küzdelem általi fáradtság miatt, vagy az önkeresés, a boldogság keresés mellett nagyon sokszor gondolta talán úgy, hogy könnyebb lenne, hogyha nem kellene már tovább küzdenie. És tulajdonképpen ezt jelenti ez a karakter, hogy gondol rá, hogy játszik a gondolattal is, és néha úgy érzi, tegye fel a kezét, aki esetleg nem érezte úgy élete során, hogy könnyebb lenne, esetleg. Én azt hittem egyébként, hogy a végén néztem azt a fotót róla, amikor a cukrászda előtt áll, a halála előtt pár nappal, ugye? Vagy igen, mennyivel? Egy bolt előtt áll. Egy bolt előtt áll, a cukrászdából jöttek, igen, és a bolt előtt áll. És így néztem a fotót, és azon gondolkoztam, hogy szegény, ki is mondtam hangosan, szegény, ha tudta volna, és pont egy szakember állt mellettem, aki azt mondta, hogy de Kató, ő vágyott rá. Tehát akkor már azt mondta, hogy neki megváltás lenne, hiszen ugye Rudolf halála után már nem is ünnepelt semmit, nem is hagyta, hogy ünnepel. Tehát, hogy ő igazából vágyott rá, és akkor innen egy picit megvigasztalottam utólag is, hogy a musicalbe beletették ezt a szálat, hogy mégsem igazán indokolatlan ez a hős szerelmes halál karakter, hiszen jó, nem is olyan az élete végén, hanem már szinte a közepétől fogva ő már Rudolf előtt is már kezdődött. Na, tessék, tehát, hogy igazándiból ezt óhajtotta már szinte a végén. Olyan sok tragikus szál is ott van, és ha már tragédiát behozom, akkor persze senki nem szereti, hogy máshoz hasonlítjuk, mert hát mindenki egy egyedi élete van, de szerintem tudjátok, hogy Dianát fogom most szóba hozni, ugye? Hogy érzitek egyébként, hogy valami mégis van, ha csak a rideg anyósra gondolok, vagy hogy nem fogadják be a családba, vagy nem úgy fogadják be a családba. Azért szerintem lehet ebben találni, Zsóka. Vannak hasonlóságok, tehát akár mondjuk, ha az esküvőjükre gondolunk, tehát a Diana visszaemlékezésében is ő is ezt nagyon nehezen élte azt meg, hogy egy ekkora média figyelem fordult, és ez egy nagyon nagy kihívást jelentett számára. Igen. Ugye említettük már Erzsébet számára is, hogy egy idegen környezetbe került, amikor nekik 1854. április 24-én volt az esküvőjük Bécsben, az neki is egy nagyon protokolláris, egy olyan esemény volt, ami nem az ő személyiségéhez passzolt. Neki nagyon sokszor ezek a protokollális megjelenések, ezek nagyon nagy terhet jelentettek, és ez például egy hasonlóság, hogy egy ilyen hihetetlen nagy figyelem irányul feléjük, amit ők nem biztos, hogy szeretnének abban az élethelyzetben, ezért szerintem mind a ketten küzdöttek a saját életükbe. Azért különbség is van, hiszen egy egészen más korszaknak a szülöttei, még szerintem Diana azért ezt a média figyelmet olykor maga is tudta használni, illetve léphetett abból a kapcsolatból, ami számára egy nagyon mérgező kapcsolat volt. Erzsébetnek erre nem volt lehetősége, hanem ez a bolyongás, ez az utazás, ez a folyamatos keresés, a sport szenvedélye, akár tényleg ezekben tudott ő így kiteljesedni, vagy a versírás, tehát hogy egy ilyen saját belső világot tudott magának megteremteni. Barbara. Nagyon egyetértek azzal, amit Zsóka mondott teljesen.
Én nem szerettem, bevallom, nem szerettem Dianához hasonlítani Erzsébetet, de folyamatosan kérdezik, igen, ezt a témát tőlem. Más volt a két személyiség, viszont amiben nagyon-nagyon hasonlítottak azokon kívül, amit Zsóka elmondott, szerintem az, hogy a szívekhez tudott szólni. Diana hercegnő és a népszívéhez, és Erzsébet is. És úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, hogy emiatt él még mindig az emberben Erzsébet királyné kultusza, nem csak a magyarokban, hanem világszerte is, mert a népet szólította meg, és regényemben, vagy hát nem regényem, könyvemben is írtam erről, hogy amit Eötvös József mondott, hogy fogalma sincs annak, aki ezt nem látta, hogy mennyire ragaszkodnak hozzá a nép, különösen az alsóbb néprétegek, és ugyanígy Diana hercegnővel is ez volt. Úgyhogy ez meg is tett sok mindent, hiszen nem csak, hogy beszélt, olvasott is eredetiben magyar olvasmányokat, ugye? Igen, tehát Jókai ott volt nála, igen, tehát egy csomó mindent emlegethetnénk, hogy ő nagyon is itt meg akarta, úgymond, nem azért tette, de hát ezért is szerethetővé vált. Igen, a magyarok terén. Nagyon-nagyon szeretett Magyarországon lenni, különösen Gödöllőn, és a magyarság kapcsolata ez az, ami megjelenik nagyon a könyvemben, és ezért is örülök, hogy a Habsburgok magyar ága tulajdonképpen az vette velem fel a kapcsolatot, és így betekintést kaptam olyan magyar levelezésbe is, ami azt is alátámasztja, hogy Erzsébet mennyire szerette a nyelvünket, mennyire szerette az országot. Zsóka, itt közelebb is tudott kerülni Gödöllőn a néphez, az emberekhez? Természetesen igen, tehát hogy ez egy olyan közeg volt számára, ahol ő el tudott indulni sétálni az udvarhölgyével, nem kellett úgymond úgy megfelelnie, hogy hogyan lép ki mondjuk a kastély falai közül, és ez neki azért hatalmas felszabadultsági érzetet jelentett, hogy ő úgymond úgy sétálhat az erdőben, vagy úgy lovagolhat ki, hogy nem azt figyelik, hogy éppen most mit vett fel, vagy mit nem csinált jól, hanem őt a Gödöllő földnépe szeretettel fogadta, és hogy Ripka is írja az 1896-ban megjelent könyvében is, hogy Gödöllő földnépe csodálattal, imádattal nézte Erzsébetet, és azt is tudták róla, hogy ő ezt nem nagyon szereti, hogyha megbámulják, úgyhogy egy ilyen tisztelet teljesen tértek ki az útjából, amikor mondjuk ő megjelent valahol. Tisztelték, igen. Férfi szemmel, mulatni, hogy mennyire szeretett, nekem anya jó volt, ezt például utólag tudtam meg. Azért klassz, hogy ezek a könyvek, meg ezek a tematikus séták megszületnek, mert az a festmény, amikor ő a Ligetben van, és ott a cigány zenekar, melyik zenekar volt, amit nagyon szeretett. És a Patika Erőnibus Perkónak a zenekarát is. Igen, nagyon szerette. Én is nagyon szeretek ugyanis, és amikor ezt a párhuzamot felfedeztem, mondom, Istenem, hogy még így a korlátok között is ő ezt megtartotta magának, és a szívhez szóló muzsikát, hogy szerette, ez nagyon klassz volt. Férfi szemmel Erzsébet, szerinted? Mit mondanál róla? Itt jön megint az, hogyha én Erzsébetre gondolok, akkor nekem a Janza Kata jön elő. Hát ez van, tehát én őt néztem 10 éven keresztül, de természetesen azért felismerem az igazi Erzsébet arcát is. Igen, érdekes dolog, férfi szemmel én azt gondolom, hogy egyébként nehéz megítélni ilyen távlatból. Talán azt mondanám, hogy izgalmas nő, és nagyon szeretném megismerni. Jó lenne megismerni. Talán nem is mernék olyat mondani, hogy tetszik, vagy tetszene. Nem mondhatod, de hogy nem. De nem, talán az van bennem inkább egy olyan erős tisztelet, vagy egy olyan, nem is tudom, nagyon felnézek rá, mint ember, vagy mint személyiség, hogy tulajdonképpen nem is úgy nézek rá, mint egy nő, hanem mint egy példakép. Most erről eszembe jut, hogy férfi rajongás, azért volt magyar nemes, aki, ugye, Andrássy Grófra, ha gondolok, igen, azért neki szerencséje, ő más lista volt ebben, ugye, rajonghatott érte. Mennyire volt ez kölcsönös ott akkor? Ez inkább egy plátói érzelem volt, úgyhogy ez az egyik központi témája a könyvemnek, az anyasság és Ferenc Józseffel való kapcsolata és a magyarokkal való kapcsolata mellett. Nem történt közöttük semmi. Egy ilyen körülbelül néhány perces kocsiutat leszámítva, de azért néhány perc alatt egyébként sem történetett volna semmi. Akkor most folytassuk együtt a gödöllői túránkat. Erzsébet megtanulta a magyar nyelvet, és magyar udvartartásának tagjaival szinte titkos nyelvként használta. A királyné nagyon szerette Petőfi Sándor költeményeit és Jókai Mór regényeit olvasni. Jókai művei közül többet a királynénak ajánlott.
Erzsébet már lánykorától kezdve verseiben írta le érzéseit, gondolatait. Hajrá című költeményét a források szerint egy Gödöllőről Budára való utazás alkalmával írta. Hajrá, te szép négyes fogat, jó véretek röpít ragadti hófehér galambok! Ha ostorpattok, szájatok, puszták szelének vágjatok, de jó szusszal rohantok! Tudjátok, minthogy fönt mi vár, a hegytetőn a büszke vár. Föl lelkem drága négye, Dunában nézi tornyait, előtte bárki csak lapít, röpítsetek feléje. A következő szoba Erzsébet öltöző szobája. Itt látható egy különleges fésülködő asztal a királyné személyes használatából. Erzsébet híres volt hajkoronájáról, különleges hajviseletét az egykori színházi fodrásznő Fanny Angerer készítette számára minden nap. A lakosztály utolsó szobája a hálószoba, melyet a kastélyt építettő első Grassalkovich Antal gróf 1751-ben Mária Terézia királynő látogatása alkalmával építetett a királynőnek. A falakat stukkó márvány és dús aranyozás díszíti, fent látható a magyar szent korona, ez alatt volt Mária Terézia ágya és később Erzsébeté is. Erzsébet királyné a 19. század második felének egyik legizgalmasabb személyisége. Magyarországot nagyon megszerette. A magyar nép a királynéra, mint az ország védőangyalára tekintett. Nem véletlen, hogy halála után Magyarországon bontakozott ki máig ható kultusza, ennek bizonyítéka a róla elnevezett parkok, utcák és szépségét örök időkre hirdető szobrok sokasága. Egykori kedvelt magyarországi tartózkodási helye a Gödöllői királyi kastély, az Erzsébet kultusz fontos magyarországi központjává vált. Barbara, néztem, ahogy fésülték a haját, hogy a fodrásza hogyan tevékenykedett, egy kicsit a szépségápolás, ha már tejbe vajba füröztötted a babádat, szóval, hogy sokan azt mondják rá, ő anorexiás volt, hogy ezzel a kalóriákat számláljuk, hogy szóval, hogy egy kicsit titkokról is beszéljünk, ebben mennyi az igazság? Erzsébet nagyon-nagyon szeretett enni akkor, hogyha olyanok társaságában volt, például a rokonai, a bajor rokonai társaságában, az édességeket az pedig kivált kép szerette, úgyhogy szeretett itt Budapesten is ilyeneket fogyasztani, viszont ezután koplaló kúrák következtek, úgyhogy nagyon figyelt az alakjára. És sanyargatás? Igen, sanyargatás, narancsot, tejet ivott egész nap, vagy pedig narancslevet ivott egész nap, vagy ilyen főtt húsnak a levét, ilyen eszenciának a levét, viszont nagyon szeretett enni. Úgyhogy szeretett ő enni, csak követték ezek a sanyargatások, önsanyargatások. Én is örültem, mikor ez kiderült. Jaj, mondom, újabb, de tényleg is, hát igaz, olyan kép élt, igen, bennem, igen, hogy ő csak sanyargatta magát, és mikor kiderült, hogy cukrászdába imádott járni sütizni, hogy megörültem. Na, ha szeret az édességeket, akkor nem hiába lett ő mész királynő is, ugye, Zsóka? Hát ez egy érdekes történet, mert hogy alapvetően tudunk róla, hogy mézet is fogyasztott szívesen, meg a legjobb tudásunk szerint a Sembóni majorságában ott volt egy kaptárja is, amiről fennmaradt egy fénykép, de Gödöllőn van a Gödöllői Méhész Egyesületnek egy Erzsébet királyné méz lovagrend, aki kifejezetten emiatt vették fel az ő nevét, mert hogy van kötődés Erzsébetnek a méhészethez, ugyanis ő lett aztán a méhész egyesületnek, vagy egyletnek, ő lett aztán a fővédnöke 1882-ben, ugyanis Göndörcs Benedek az akkori vezetője őt kérte meg, és pénzzel is támogatta, ő is Ferenc József is támogatta, sőt egyébként egy ilyen alapítvány is létrejött, amivel tudták támogatni, úgyhogy ő magát a méhészetnek az ügyét is támogatta, hogy Magyarországon... Na, mi derülnek, ugye? És Zsóka, az új kiállítás miben lesz másabb, mint az eddigiek? Abban lesz másabb, hogy most meghívtuk azokat az embereket, azokat a gyűjtőket, magángyűjtőket, akik Erzsébet királynéhoz is nagyon kapcsolódnak, úgyhogy az én sziszim gyűjtők és gyűjtemények Erzsébet királyné bűveletében címmel most egy olyan kiállítás fog nyílni szeptember 10-én, amikor is a gyűjtőknek a munkáit, tehát a gyűjteményeikből állítunk ki
különleges darabokat, akár olyan darabokat, amiket mondjuk az utazásaik során gyűjtöttek. Nagyon változatos dolgok lesznek kint, antik tárgyak is lesznek kint, hiszen ez egy hatalmas nagy tárház, hogy rengeteg ember van, aki így is kapcsolódik Erzsébethez, vagy akár az egész életét fölteszi arra, hogy gyűjtsön tárgyakat, amik szuper hozzá kapcsolódnak. Kata, lehet a 21. században önő ideál? Örök. Én azt gondolom, örök. Hogy örök. Barbara, igen. Örök? Példakép, ahogy igen, én is mondta. Úgy gondolom. Igen. A főszerkesztő, amikor elolvasta a könyvemet, vagy hát így nagyon sokat dolgozott rajta, ő is azt mondta, hogy ha ma élne Erzsébet, akkor ő is szerelmes lenne belé. Pedig ő nem volt Erzsébet rajongó. Hát nem úgyhogy hiába én úgy gondolom, ad ő reményt sok mindenben, igen, ma is az embereknek, úgyhogy én még maradtam volna egy órát veletek, de köszönöm, hogy sok érdekességet megtudtunk róla. A mai játékkérdés pedig így szól, melyik korabeli ruhadarab szerepel a legújabb Sisi nagy játékfilm címében? Játékuk az ridikulmagazin.hu az e-mail címünk, tudják, pénteken évfélig, ha elküldik helyes választ, akkor nyerhetnek is egy fél éves Ridikül magazin előfizetést. Szerintem ezt a műsort is érdemes visszanézni, újra nézni a mediaclick.hu oldalon, és olvassanak is rólunk a ridikul.hu oldalon. Viszontlátásra! A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára